számon hangtalan fohász. Nagy Jézus arca fák között fehérlik, körben megalvadnak a vérszínű levélcsöppök, az őszi fény rőt templomablak, nyomul felém a látomás, fuldokolva tátog az ég, a számon hangtalan fohász, ne kelljen elmenni ma még. Hiszen oly rövid volt a nyár, Lukas Markából az időnek kifolyt a perc, a hűs pohár borocskas, amit szép nőknek a férfi súg, a könnyű láz, melytől torkom szárazon ég, hogy rekedten szól a fohász, ne kelljen elmenni ma még. Ha szemem húnyom, látom is, hogy megtelik, s kicsap a tóból lesült sok hakkönnyűn muris, fenék, láb, nap vakunak pózol, a perc örök léttel cicáz, s fényképez buzgón fent az ég, huny szememből süt a fohász, ne kelljen elmenni ma még. Fülemben csönd, s a csönd mögött visszhangzik árva koponyámban, hová télire költözött a nagy zsivaj, mely szólt a nyárban, most hallgatom, hogy citeráz e tarka-barka vígzenét, s tercelget hozzá a fohász, ne kelljen elmenni ma még. Vonat sikolt a távolból, majd átrobog az állomáson, időm előttem így lohol, míg merengek az elmúláson, piros zászlóval hadonász az ősz, zord bakterféleség, lemaradtam, száll a fohász, ne kelljen elmenni ma még. A fák között így ballagok a hívogató Jézus archoz, túl a tél, s a semmi ragyog, mohón nyarat, zenét, színt faldos, a látomás is üres ház, mi volt szép nyári menedék, vacogva ekhóz a fohász, ne kelljen meghalni ma még. Hiányzik most a világból, úgy képzelem el a világot, hogy most ott olyan fehér sziluett van, ahol a Pista volt idáig. A verselést nézzük, akkor egy fantasztikus technika, egy olyan olyan ritmusérzék és olyan rímvilág, és egy olyan harmónia, ami ritka. Hát mondjuk a nagyoknál, ahogy létezik a Vas Istvánnál, Szabó Lőrinctől vagy valami. Na most a Pistánál a leglényegesebb volt a tematikában az, hogy a hétköznapokat tudta fölemelni. Szóval valahogy olyan életszeretettel és bölcsességgel nézte a dolgokat, és túl mindenféle bajon meglátta a szépséget egy délutánba, vagy egy utcai sétába, vagy bármibe. Sok írása született a szülővárosáról, Kisújszállásról, Óbudáról, illetve néhány Balatonszárszóról is. Tehát ez volt a három település, amihez az élete kötődött. Nagyon-nagyon sokat voltak Szárszón, jellemzően ott töltötték a nyarat. Pista bácsi itt élt közöttünk, és Pista bácsinak a mesefigurái is olyan jóságosak voltak, amilyen maga a Pista bácsi. Én azt hiszem, hogy nincs az országban olyan ember, aki ne szerette volna. Soha nem fölülről mesél. Ő szemmagasságban helyezkedik el, és a gyerekek számára is szemmagasságban helyezi el az írásait, és megértő szeretet hangján szólni a gyerekek felé. Én sem vagyok külön, mint ti. Összes időm itt jön szemben, hátam mögött elmaradt gúzsba kötve, aki voltam, aki leszek, csak az szabad, mert az csupa képzelgés, meg csupa álom, véres haba fuldokló Isten száján, vagy csecsemő pillanat, ami még nincs, az végtelen, mi megszületett, az rab. Összes időm itt jön szemben, s hátam mögött elmaradt.